A korábbi italbolt teljesen felújított épületében kapott helyet a rendőrség körzeti megbízott irodája, a közterület felügyelet helyisége és a városrészi polgárőregyesület bázisa Pécs keleti részén. A közbiztonsági centrum kialakítása azonban indokolatlanul sok pénzbe került, mondja a pénzügyi bizottság elnöke. Ezért vizsgálják a kivitelezés körülményeit. Ugye az 50 millióba került egy kis irodahelységnek a felújítása. Mi ezt észrevételeztük többször, tehát kikértük az árazott költségvetést, abban nagyon kiugró, túlárazott gyanús tételek vannak, ezért a bizottság elnökeként kezdeményeztem, hogy egy igazságügyi szakértő vizsgálja meg ezt a kérdést. Ugye erre most a bizottság megadta a többséget, tehát innentől kezdve már polgármester úrnál van a döntés jogköre, a bizottság ezáltal nem tett mást, mint pénzt kért, és ennek a vizsgálatnak az elvégzésére, és erre kvázi a polgármester úr jogosult. Most 200 ezer forintot kér a bizottság, ebből olyan építésügyi szakértőt fizetnének, aki megvizsgálja, hogy valóban annyiba kerülte az épület felújítása, mint amennyit elszámoltak.